A Mikulás története. Minden évben, december 5-éről 6-ára virradó különleges éjszakán érkezik a Mikulás. Ilyenkor minden gyermek az ő érkezését várja. Ebben az időszakban a gyerekek levelet írnak a Mikulásnak, milyen ajándékot szeretnének kapni. December 5-én a megtisztított, kifényesített kis csizmák kikerülnek az ablakokba. Ezen az éjjelen a Mikulás meglátogatja a gyerekeket, és aki egész évben jó gyerek volt, annak telerakja a csizmácskáját ajándékkal, édességgel. De aki rosszul viselkedett, annak a gyereknek virgáncs is jár. Ez az ünnep a gyerekek örömére egy régi legendából, egy régi történetből született. Valamikor, réges-régen, sok száz évvel ezelőtt élt egy Miklós nevű ember. Szálfa termete volt, kicsit kopaszodott, fehér szakálla göndörödött, de a szeme mindig mosolygott. Talpig érő piros ruhában járt, mert ő volt a város püspöke. Még egészen kisgyerek volt, amikor árva maradt. Szülei minden pénzüket ráhagyták, ő pedig úgy döntött, hogy segíteni fog a szegény embereken. Életét a gyerekek tanítására, vagyonát az emberek és a gyerekek megsegítésére szánta. Bárki kérte, mindig segített. Minden este órákig sétált a város utcáin, beszélgetett az emberekkel, törődött velük. Figyelt a gondjaikra. Egy ilyen alkalommal, egy nyitott ablaknál meghallotta egy apa és három lánya beszélgetését. Az apa egy elszegényedett nemes ember volt, aki három gyönyörű lányt nevelt. Mivel szegények voltak, a lányok nem mehettek férhez, mert nem volt hozományuk. Amikor eljött az idő, hogy az első lánya férhez menjen, az éj leple alatt Miklós a nemes ajtója elé osont, és ott hagyott egy aranyerszényt. Ugyanezt tette a második lány esetében is. De viszont, amikor eljött az ideje, hogy a harmadik lánya is férhez menjen, a nemes megleste, ki az, aki oly sok jót cselekedett a leányaival. Akkor meglátta Miklóst, és annak ellenére, hogy ő kifejezetten megkérte, hogy ne beszéljen róla senkinek, a szóbeszéd elterjedt Miklós jótéteményéről. Ez a rejtélyes, titokzatos személy, piros kabátos, nagy szakállú, jókedvű Mikulás azóta is minden évben meglátogatja az embereket és a gyerekeket. A Mikulás az ablakokba helyezett kitisztított cipőcskékbe, csizmácskákba, szaloncukrot, édességet, gyümölcsöt és játékot tesz. Az éjszakára ablakba helyezett csizmácskák reggelre megtelnek ajándékkal. Ugye, kedves gyerekek, ti is kifényesítettétek a csizmátokat, és biztos vagyok benne, hogy nagyon várjátok a Mikulást. Azt kívánom nektek, gyerekek, hogy ebben az évben is mindenki azt kapja ajándékot Mikulástól, amit szeretne.